Az országos mentőszolgálat dolgozóiról úgy gondoljuk, hogy az elmúlt időszakban méltatlanul keveset beszéltek, holott az elmúlt időszakban nagyon sok viszontagságon mentek keresztül. Szakszervezeti forrásainkból úgy értesültünk, hogy többeknek problémája van a munkatörvénykönyvének 81. bekezdésével, amely úgy szól, hogyha valakit azonnali hatállyal küldenek el, és később ugyan a bíróságon bizonyítja igazát, akkor sem helyezhető vissza, csak abban az esetben, hogyha valamely védett tulajdonsággal rendelkezik, ami finoman szólva is homályos. Ez azért óriási probléma, mert a Covid-oltások kötelezővé tételével nagyon sokan elhagyták a mentődolgozói pályát, akár információink szerint egyes vidéki helyeken ez a 10%-ot is elérheti, és ők ugye bár ki vannak zárva abból, hogy visszatérjenek a mentődolgozók közé. De érdemes egy átfogó képet is adnunk az OMS helyzetéről. Nagyjából 9000-en dolgoznak jelenleg a mentőszolgálatnál, ebből olyan 4000 az, aki vonulós mentődolgozó, tehát orvosok, ápolók, sofőrök, mentőtisztek, a többiek pedig a háttérben dolgoznak, például irodisták vagy szerelők, és azt tapasztaltuk, legalábbis az információk alapján, amelyek hozzánk beáramlottak, hogy nem minden munkakörben méltányos a fizetés. Gondoljunk csak arra, hogy például egy irodista nagyságrendileg van, ahol nettó 140 ezer forintot visz haza havonta, vagy egy 18-20 éves fiatal, aki elvégezte az iskolát, letette a gyógyszerészvizsgát, és azt kell tapasztalnia, hogy a pályájának kezdetén, hosszú éveken át nagyjából 200 ezer forintot tud hazavinni. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom azt szorgalmazza, hogy a kormány szenteljen nagyobb figyelmet a mentődolgozók felé, és hogyha szükség van rá, kezdeményezzen párbeszédet a szakszervezetekkel, mert az nem állapot, hogy ilyen válságos helyzetben, amikor elszabadult az infláció, rezsimegszorítások vannak, legyenek olyan mentődolgozók, akik ilyen brutális mértékben alul vannak fizetve. Tehát a jelenlegi megszólalásunk, ha úgy tetszik, egy figyelemfelhívás, hogy megbecsülést szeretnénk valamennyi mentődolgozó számára.